Azóta, hogy a sír oda került a tanyai fák alá, a nemzetes asszony minden nap készült a halálra. Reggel alig végzett a kamarázással, abrakolással és egyéb dolgokkal már ment le a sírhoz körül járt, aztán leült az új faragott padra, aminek még erdőszaga volt, s nem csinált semmit, csak nézett maga elé. Soha nem ült még eddig úgy, dologtalanul, mióta csak élt a cselédek, kik messziről látták, nem győztek csodálkozni. Csak ő nem talált ebben semmi meglepőt. Egyszerűen nem volt, mint dolgozzom többet. Nem volt. Megszűnt a munka célja, értelme, megszűnt minden, ami hozzá hozzákötözte eddigi életéhez. Miért? Kinek? István nem jön vissza. Nem olyan ez, mint mikor háborúba ment, és nem is olyan, mint mikor a kostánba vitték. Akkor kettőzve kellett vállalni a munkács az életet, kettő helyett. Mert biztos volt, hogy visszajön, gondolni sem lehetett arra, hogy ne jöjjön vissza. Csak éppen azt nem lehetett tudni, hogy mikor. Keserves, hosszú, de szép várakozás volt. Minden este számadást csinálni. Ha holnap megjönne, mit szólna vajon? Ehhez, ahhoz, és minden estén büszkén gondolni, ennek örvendene. Ez úgy van, ahogy akarta. Ezt is megcsináltam. Azt is. A vetést bevégeztük idejében, nem talál hibát benne. Az állatok szépek. Most meg az aratást, szántást. Ide ezt vetettük. Oda azt, úgy, ahogy rendelte. Igen, az más volt, célja és értelme, diadala volt a magányos munkának. De most? Mire lehet most várni? Csak arra, hogy megszűnjön az élet. Elmúljon, eltávozzon, megmentődjön tőle az ember. Erre várakozni munka nélkül is lehet. üldélig a padon, ha napsütött, ha szél fújt, ha eső esett, mindig ült, s visszagondolt az életre, sok apróságra, erre, arra, amit éppen gondolt. Istvára gondolt. Látta őt fiatalkorában, korában, kardosan, egyenruhában, majd látta véresen, piszkosan, segesváról jönni, Látta bujdokolva, látta a szekéren, ahogy jöttek szökve Kolozsvárról. Látta az arcát, amikor megpillantotta a torliget hágójáról a leégett otthont. Istenem, milyen kemény volt az az arc. De olyan lehetett, akkor az övé is, igen, kemény életük volt. Nem olyan, mint ezeké, nem olyan cifra, kényes, Páváskodó és léha. De többet is ért az életük, mint ezeké, a mostaniaké. Többet követelt, de többet is adott. Büszkeséget, akaratot, erőt. Hely, mit tudják ezek, hogy mi az élet komoly és igazi értéke? Alkotni, teremteni, védeni, mit tudják ezek az? Erzsébet félék hogy mit ér az élet. Az élet, amely idő és alkalom, szinte végtelennek látszó idő, és örökösnek tetsző alkalom arra, hogy tegyen az ember, cselekedjen, alkosson, építsen, küzdjön. <síns> mit értenek ezek az élethez? Mit tudják ezek, hogy mi az, ha az ember fiatal? Van ideje dolgozni, akarni, tenni, van ideje, módja, célja, értelme. Majd ha ők is megöregszenek és kifogynak ezekből a kincsekből, az élet egyetlen igazi kincseiből, akkor talán majd ők is rájönnek. Ha nem lesz idő, nem lesz mód, nem lesz kiért, miért, és minek. Ej, nem jó megöregedni. Ott ült az öreg asszony délig a padon, aztán felkelt, s botjára támaszkodva fölment a házhoz, a tornácon megállt, lehajolt a földön heverő kutyához, megveregette a fejét. Ezt ő küldi neked, burkus, ő küldi, a gazdánk. Ott voltam nála. A kutya úgy tett ilyenkor, mintha értette volna, ráemelte nagy szomorú kutya szemeit. Csorba száját kinyitotta kissé, mintha mosolygott volna. S néhányat vert hálából a farkával. Bekiáltott a konyhába, hogy hozhatják az ebédet, aztán a szobába ment. Ott úgy volt minden, mint az előtt. A kopott zöld húzatos bútorok, az íróasztal, a puska állvány. A puska állványon a gazda puskái, vadásztarisznyái, botjai, ostora, vadászkése. Mellettük rendben a pipák, kicsi asztalkán a vágott dohány, szurkáló, fidibusz. Fogason a kalap, bekecs. Úgy éppen, mintha csak kiment volna a szobából, de dolga akadt, s elmaradt. Azonban minden percben megjöhetsz, akkor újra szüksége lesz mindezekre. Úgy állott a szoba éppen. Az öregasszony körülnézett, hogy rendben van-e minden. Aztán a nagy, sötét, keretes fali tükörhöz dépett, s nézte magát. Sovány arcát, pergamen színbőrét, ezernyi ráncát, a csipkés fekete főkötő alól kilátszó, Szürkehaját, száját, mely így is keskeny maradt, és szigorú szemét, melyben a régi csillogás helyett valami furcsa köd maradt csupán. És arra gondolt bizony, öreg vagyok. Bizony ideje, hogy meghaljak én is. Meghalni. Olyan furcsa gondolat volt. Olyan közeli és egyáltalán nem nyugtalanító, mintha azt mondta volna, holnap kékesre megyek. Olyan volt, mint valami előre megbeszélt úti terv, ami egészen biztos, hogy nem marad el. Éppen csak az a kérdés, hogy mikor. Mert az indulás majd hirtelen jön, és hát igen, nem lehet előre tudni, hogyan és miképpen. Kicsit zavaros ez a része a dolognak, olyan, olyan kétséges és egészen tisztázatlan, no, de a többi, ami azután jön, az már bizonyos és megnyugtató. Minden megszűnik, és az ember marad azzal, amit a lelkében magával visz ebből az életből. Istennek háló van mit vinni, s ha az ember gazdagon indul el, jó nyugodalma lesz. Azok között, akikhez lélekben tartozik. Valamiképpen mindenki ott lesz. István, elsősorban persze így vagy úgy valamiképpen. Ördög ért rá gondolkodni e félén, ameddig élni lehet. Majd kiderül. Lesz valahogy, s ez éppen elég. Az ebéd rendszerint rövid volt, keveset evett olykor zsörtölődött közben, a cselédekkel, de csak úgy megszokásból. Hogy fogod azt a tálat, te? Tégy már ide egy kanalat, az Isten álljon meg! Ebéd után leült a régi karos székébe, behunyta a szemét, s olyan volt éppen, mintha István is ott ült volna még mindig a másikba, bodros, felhőket eregetve a pipából, halk pöfékeléssel érezte a pipa füstöt. Hallotta a halk kis mozgásokat a másik karos székből, egy-egy kis recsenést, mikor valaki keresztbe rakott lábait megcseréli, koccanást, midőn a pipaszár a karfához ütődik, és lassan elaludt. Így ment ez minden nap. Este bejött Ambrus, nehézkesen ott rombálni, és beszélt a szántásról, az őszivetésről, a borjakról, meg a kocákról, de néha nagyokat sóhajtott közben. Az öreg asszony nem szólt közben, mint régen, mindent reálhagyott. Jól van, Ambrus, csak csinálja tovább, maga tudja, hogyan kell. Szelíd jó érzés volt, minden megy a maga rendjén, minden jól van, renden van, eligazítatlanul semmi sem maradt. Ambrus tudja, mit kell csináljon holnap, és mit kell csináljon jövőben, s mit azután, éveken át tudja előre. Akármikor itt lehet hagyni a házat és az életet, a rend nem zökken. Az abrakolás reggel ötkor rendesen megtörténik, tudják, mit hová kell tenni, melyik ökröt kell kicserélni, melyik tehenet eladni, mit, hogyan, s mikor végezni. Meg se látszik, ha István után megy ő is. Ambrus attól kezdve majd eljárogat három-négy naponként a szegény beteg unokához, és elmondja neki a dolgokat ugyanígy, ezzel a lassú dörmögő hanggal. Szegény nyomorék majd közbekérdez, mond, rendel ezt-azt, kedve jön a tanyához, talán ide is költözik, szegény. S megy tovább az élet, ha nem is olyan jól, s nem is olyan szépen, mint kellene. De megy. Ó, Istenem, szegény unoka! Micsoda ember lett volna, akár a nagyapja, olyan éppen, ej, ej bizony, hambrus bizony. Na, csak csinálják így tovább, Isten megáldja. Jócakát. És egy délután egy esős csúnya novemberi napon nem kelt fel többi a karos székből a nemzetes asszony. Minden úgy ment azon a napon is, mint máskor. Fekete esőgalljában ült a sír mellett, aztán feljött, megsimogatta a burkust, nézte magát a tükörbe, megebédelt, és ebéd után leült a szokott karos székébe. Végignézett a puska álványon, a pipatartón, kalapon, bekecsen. Úgy látta, minden rendben van, s lehúnyta a szemét. Érezte, hogy István ott ül szemben. Meggyújtotta a pipát, pöfékel, az égő fidibuszt a földre lő ki, s rátapos. Ej, István, István, sose szokja le. Kiégeti a padlót. István csöndesen elmosolyodik a pipa mögött, Megsimogatja kis fehér szakállát, lábát átrakja a térdén. Kint esik az esős, minden rendben van, és béke van, és csend van, és jó, jó nyugalom. És a nemzetes asszony elaludt örökre az ócska karosszégben. A főispán csak másnap estére érkezett haza Budapestről. Az állomáson várta a födeles kocsi csorgott róla a rossz kedvű novemberi eső, az állomás melletti vásártér olyan volt, mint egy nagy szennyes mocsár. Cuppogtak a lovak az út agyagos sarában, döccent a hintó erre arra. A főispán behúzódott prémes felöltőjébe, szivarra gyújtott, s nézte az esőben elvesző dombokat, az ázott kopárságot, ami az út két oldalán kísérte. Nézte, gondolkodott. Szomorú volt. Valami furcsa szomorúsággal. Nem úgy, mint mikor az embert valami Hirtelen vesztesség éri, hogy megdöbben tőle, s egyszeriben elfeketül minden. Nem úgy volt szomorú. Ez a szomorúság lassan jött. Ki tudja, honnan indult, és már ott lapult régóta a lelkében. Talán már apja halála előtt is ott volt. Érezte városon, hogy egyedül sétál az utcákon, érezte hivatalba, ha az ablakon kinézett és kint borongós, szürke idő volt. Érezte máskor is. Tulajdonképpen régóta otthorta magában. Tudta, hogy az anyja is meghal. Hiszen mindenki meghal egyszer. De úgy érezte, hogy nem csak ők halnak meg, az öregek, de velük együtt valami más, amit nem lehet pótolni többet. Hogy mi csoda? Istenem! Ezt nem is lehet tudni. Nem lehet szóval kifejezni. Valami, talán az egész életből valami, talán az életnek egy része, egy nyugalmas és biztos kis darabja. Igen, ez lesz, az életnek egy darabja. Ha jobban elgondolkozik rajta, akkor már neve is van mindjárt ennek a darab életnek. Így hangzik: Tanya, Tanya, Békesség, Rend, Kicsit olyan világtól elmaradt rend és világtól elmaradt békesség, de megnyugtató és biztonságos jó volt tudni, érezni, hogy van. Minden mögött a politika kavargása, irányok, célok, utak összevisszasága, érdekek és intrikák, barátságok és ellenségeskedések, népi kérdések és országos célok szövődményes útvesztője mögött, jó volt tudni, hogy valahol messze, a mezőségen szinte-szinte a világ végén már van egy ház, és két öreg ember, és van egy egyszerű, istálló szagú élet, mely egyforma nyugalomban áll, és nem változik semmit. Nem változik semmit. Amikor kereken a világban minden változik, percről percre, az emberek, és a célok, a politika, a felfogás, a szempontok sokasága, a nyugtalanítóan minden változó, egyszer ez kerül felszínre, egyszer az egyszer. Innen kell nézni az igazságot egyszer túlról, egyszer ezer éves ország Kárpátoktól az Adriáig, egyszer nemzetiségi viharsarok, egyszer hatalmas monarchia. Az egyik miniszter ma ezt mondja, holnap a másik azt, kormánypárt és ellenzék, és a látható felszín alatt örökös hullámzás, változó célok, érdekek, irányok. Jó volt tudni, hogy van egy tanya ahol ha bosszantó is a konokmaradiság, a mezitlábas cseléd, a trágyaszagú ispán, de állandó és változatlan benne a rend és az irány, és talán a maga ősi egyszerűségében helyt álló és igaz. Alap, amelyik van. Az ember érzi a földet és a föld szagait és néha talán azt is érzi, hogy szebb, jobb, és embernek valóbb élet, mint az a másik kavargó valami, mert gyökere van. Mély, mély gyökere, amely lenyúlik egészen az ősi primitív dolgokig, a munkáig, a születésig, a földig és a békességig. Hát, ha én is így élnék, vetődött fel benne a gondolat. Nem volt új gondolat ez, gyakorta eljött, különösen az utóbbi hetekben, ha fáradt volt és rosszkedvű. Az utóbbi hetekben sokszor volt rosszkedvű és fáradt. Az ország dolga egyre zavarosabb lett. Bonyolódott ez is, az is valahogy nem érzett földet a lába alatt. Megszűnt az a biztonság, ami régen támasztotta. É, ott kellene hagyjam az egészet. Nézett ki a födél alól a szomorú, szürke esőbe, a csatakos, lompos, őszi dombokra, és arra gondolt, hogy meghalt valaki. Csak egy száraz, szigorú öregasszony, nem is nagyon értették egymást. De mégis, mintha a világnak az egyik fele vele együtt halt volna meg, és csak a másik fele maradt, ez a csúnya, csatakos, kietlen és szomorú. Érdekes, gondolta. Sose hittem, hogy ennyire hiányozni tud valaki, akivel nem is éltem együtt, csak azért, mert az anyám. És nézte az esőt, amely csorgott, csorgott szürkén, és egyre távolabb vitte a dombokat. Este volt, mire hazaérkezett. Először egyenesen a tanyára akartam hajtani, de aztán meggondolta magát. Minek most? Úgyis mindegy. Majd holnap. Temetés előtt. És azután is gyakran fog kiárni a tanyára a ház, úgy marad, ahogy van. Talán később egyszer, ha Gábor majd megnő, megházasodik, ők ketten Erzsébettel kiköltöznének oda. Nem lesz más dolguk, csak nyesni a gyümölcsfákat, nézni a vetést, aratást, és lejárni esténként a tóra, vadrucát vadászni, talán. Bizony nem is volna rossz. Gondoznák a két öreg sírját, és még az is megtörténhetik, hogy a kripta egészen üres maracs, ők is oda temetkeznek, a kőr is fák alá. Nem lehet tudni azt, s ha az ember hosszasan él ott fenn, sok mindent másképp lát, másképp ítél. Nem lehet tudni azt, mire fordul az ember a szürkület barátságtalanul nyomta a falut. A kert ázott fái, ködött dideregtek, bevágódott a kerék mélyen, fújtak a lovak, ahogy belefeküdtek a hámba. Aztán fölértek, és a födeles hintó megállt a kastély lépcsője előtt. Az inas ott állt a helyén, a verandán lámpa égett. Itt van a báróné, az inas csodálkozva nézett. Igenis, a méltóságos báróni, itthon van. Bosszankodva ment föl a lépcsőn. Mit néz úgy ez a marha? Lehetne a tanyán is, sőt, hiszen... A verondán ott állt Erzsébet. Telt kisé hízásnak induló alakját, szinte lányosra karcsosította a hosszú fekete ruha. Szemei vörösek voltak, látszott, hogy sírt. Sírt. A fő van megcsókolta a feleségét, és elgondolkozott ezen, miért sírt. Hiszen nem szerette az öreg asszonyt. Milyen furcsák az asszonyok. Sírnak, azt sem tudják miért. Valaki meghalt, hát sírnak. Ha nem is szerették, hiszen Erzsébet nem szerette. Ő nem sírt pedig, ő nem sírt, nem is jött, hogy sírjon. A sírás és a szomorúság az egészen különböző dolog. Erzsébet nem szomorú, de sírt. Őszintén sírt, látszik a szemén. Furcsák az asszonyok. Erzsébet halkan mondta. A nagy evédlőben van a ravatal mindent elintéztem. Holnap délelőtt jön az esperes. A főispán megdöbbenve nézett rá. Hol? Ide hoztad? Persze, mondta az asszony, a nagy ebédlőben van. Sajnos virág kevés van most, ami volt a virágházban, azt odatétettem. Szegény minkanéni szerette a virágot. S úgy nézett a férjére odaadó, meleg asszonyi nézése, mint aki azt mondja, látod, úgy csináltam mindent, ahogy szeretnéd. A főispán állt, halántékában lüktetett a vér, keserűség és bosszúság lett el hirtelen. Idehoztad az anyámat, miért? Az asszony tiszta szemmel csodálkozva nézett rám. Miért? Mert innen könnyebb kivinni a kriptába. és különben is a tanya szűk, hogy férnénk el egy kicsi szobában. Az udvaron nem lehet ilyen időben. És egyébként is apádat ma áthoztuk a kriptába, hogy együtt legyenek. A főispán csak nézett maga elé, sápat meggyötört arccal, aztán sóhajtott, jó, ha már megtettétek, úgy akarták, hogy ott legyenek. Az asszony tiszta, nyugodt tekintettel nézett vissza. Igaz, hogy ők úgy akarták, de nekik már mindegy. S te azt akartad, hogy a krittában legyenek. Hát azért csináltam. Egyébként is nem figyelt az asszonyra. Levetette a felöltőjét, áthaladt a pipázon, és benyitotta a nagy ebédlőbe. A nagy terem közepén ott állt a ravatal. Körülötte gyertyák égtek, fenyőszag és hervatvirágok szava volt a levegőben, s az öreg öregasszony feküdt a nyitott koporsóban éppen úgy, mintha aludt volna. hegyen ment a ravatalig. Ott megállt és nézte az anyját csontos sovány arc olyan volt, mintha még élt volna. A száj szigorúan összecsukódva, a hegyes áll makacsul és dacosan előre ugorva, s a száj körül, és a szemek körül keserű és kissé bosszús ráncok, mintha éppen arról álmodott volna, hogy nem teljesítették parancsait. Mégis ott kellett volna hagyni a tanyán mondotta a főispán halkan, amikor kijött és kezével végig simított a homlokán. Erzsébet vállott vont, elfordult és nem felelt semmit. A szertartást az öreges peres végezte, hosszú beszédet mondott, áradozót, teledicséretekkel. Mögötte hallgatagon állott Holló János, palástal a vállán, s lehorgasztott fővel nézte a ravatal virágait sem cseléd, sem senki a parasztok közül nem volt bent a szobában. Hogyne, hogy behozzák a sarat. A szegénység kint állott a kastélyudvarán, félrehúzódva a konyha mellé. Tanyai cselédek, öreg falubeli magyarok, kik őszinte és igaz bánkódással jöttek el, hogy megadják a nemzetes asszonynak az utolsó tisztességet szitált a hidegeső, lucskosra áztatta valamennyi őket, de azért álltak türelmesen, és halkan beszélgetve várták, hogy bevégződjön a szertartás, és legalább annyit megtehessenek ők is, hogy elkísérjék utolsó útjára azt, akit hatvan évig féltek és szerettek, s aki hatvan évig szitta és szerette, gondozta és segítette őket. Aztán megláthatták a koporsót, amint cifra zsinóros, halottas szolgák kihozták a kastéból, rátették az ökrös szekérre, telerakták koszorúval, és elindították. Láthatták a főispánt a koporsót vivő szekér mögött haladni, s még sok más úri népet, s a végére ők is odasorakozhattak szerényen és illedelmesen, nem szólt érette senki. Láthatták a kriptát homlokán a címerrel, hallhatták az öregesperes éneklő hangját, aminek csak a végét értették meg, ami atyánkot. Azt mind együtt mormolták födetlen fővel a szitáló esőben, néhányat dideregve is a novemberi széltől. Aztán látták a koporsót még egy pillanatra, ahogy a nagy hideg kőkripta tátott szája elnyelte, s vele együtt sorra a koszorúkat is. Az úri nép oszlani kezdett. Erre ők is összenéztek, ázott fejükre fölrakták a kucsmát, s lassú, cammogó csoportokban elindultak vissza, ki a maga kondjai közé. Isten nyugosztalja azt, aki meghalt. És segítse meg azt, aki még él. Ugyanebben az időben Brencsák a tisztartó, tekintélyének teljes súlyával birtokba vette a tanyát. Nehogy a gazd cselédek ellopjanak valamit, azonnal leltározott, számba vett, rendelkezett. Kovács Ferenc, mikor a temetés után kiment a tanyára, hogy kötelességének eleget tegyen, már ott lelte az istállóban, amint Ambrussal hangoskodott. Már pedig vegye tudomásul, hogy ezentúl az lesz itt, amit én mondok, és nem amit maga, érti tolva, és ha nem tetszik, menjen az úristenhez. A régi cselédek összeverődve hallgatták a tisztartót, féltek, nem tudták, mi lesz velük. Ambrus az öreg, aki abban a percben érkezett haza a temetésről, Falfehéren állt, az istáló ajtajában aztán szó nélkül megfordult és kiment. Én már öreg vagyok, mondott a Kovács Ferencnek. Ezennel kilépek a szolgálatból. Tessen megmondani, fiskális úr annak a tisztartónak, mert én ilyen emberrel szóba nem ereszkedhetek azzal el is ment haza. Kovács Ferenc pedig oda ment Brencsákhoz. Az úr mit csinál itt? kérdezte szigorúan. Hm? Mi? Leltározok. Felelte az, s végignézett az ügyvéden. Miért kérdi ezt a képviselő úr? Mert én vagyok megbízva a végrendelet végrehajtásával, és abban nincsen arról szó, hogy magának az itteni dolgokba beleszólása lenne. Brencsák két nagy tenyerét a szívére csapta. De kérem, én csak a gazdámat szolgálom, én csak azt akarom, hogy itt ne lopjanak el mindent ezek a gazemberek. Képviselő úr nem tudja, hogy milyen a cseléd, milyen a paraszt. Egy fél percig vegye le róluk az ember a szemét már mindent széthordanak, én tudom. De Kovács Ferencet nem volt könnyű lerázni. A vagyon Varjasi Istváné és Varjasi István dolgaiban Varjasi Gábor tisztartójának semmi beleszólása nincsen. Ambrust visszahívták, és Kovács Ferenc ezeket mondta. Öreg, Magát teszem felelőssé mindenért. Maga végezze a dolgát tovább, ne törődjön semmivel és senkivel. A maga gazdája a beteg Báró István. Neki tartozik számadással, az Úristen előtt pedig elhalt gazdáinak. Érti? Hát úgy ügyeljen. Brencsák nagy dohogva elment. Három napig várt, aztán a fő ispán állott. Méltóságos uram! Engedelmet kérek, hogy beleszólok olyan dologba, ami nem tartozik reám. De azzal a tanyával tenni kéne valamit. jó, azt mondják az Istvánka kabárói. De István kabáró nem mehet, hogy utána nézzen, hát mégiscsak. Mi kellene tegyünk valamit. A főispán rossz kedvű volt. Vissza kellett térjen a városi környezetbe. Várt egy rakás, elmaradt dolog. Párgyűlések, bizottsági gyűlések. Elvégezni valók a megyeházán. Csupa kellemetlen és párosztó kötelesség. Élesen nézett a tisztartóra. Miért? Van valami baj a tanyán? Brencsák felhúzta a vállait. Két kezével sajnálkozó mozdulatot tett, aztán kibökte. Én nem mondok semmit, méltóságos uram, de nem tetszik nekem, amit ez az Ambrus ott egymagában mivel. Régóta figyelem már ezt az embert. Nem éltóztassék hinni, hogy indulatból mondom. De én mindig hűséggel szolgáltam méltóságodékat, és nem szívesen látom, hogy tolvajlás folyik a bagyomban. A főispán összehúzta a szemöldökét. Egyébként is bosszús volt a végrendelet miatt. Micsoda nevetséges ötlet volt erre a szegény beteg gyerekre hagyni mindent. Hogy gazdálkodjon. Hogy? A beteg ágyból? És egyáltalán mit kezdjen egy birtokkal ilyen állapotban? még csak örvendeni sem tud a vagyonának. Azt mondja Brancsák. Azt mondja, hogy ez az Ambrus nem tisztességes? A tisztartó behúzta nyakát a vállai közé, két karját széttárta, aztán összecsukta megint, és sajnálkozva ingatta a fejét. Én nem mondok semmit, méltóságos uram, én látok, amit látok, de nem az én dolgom, hát nem mondok semmit. A főispán bosszusan harapta el egy szivar végét, s rágyújtott. Ide figyeljem, Brencsák! Vegy át a tanya felügyeletét. Ambrus megmaradhat állásában, azonban maga rendelkezik fölötte. Érti? A tisztartó arcán elégedett kövér mosoly lapult, azonban elrejtette gondosan. Nem lehet, méltóságos uram, Kovács képviselő úr azt mondotta, hogy nekem ott semmi keresni valóm. A tanya nem tartozik az uradalomhoz. A főispán bosszusan fújta ki a füstöt. Megint ez a kovács, ide figyeljen, Brencsák, mondta keményen és haragosan. Azt tegye, amit mondok magának. A birtok a fiamé, tehát ő rendelkezik fölötte. Ő magát bízza meg, vagyis én bízom meg magát, mert én vagyok a fiam vagyonának a gondozója. Ebbe a képviselő úrnak semmi beleszólása nincsen. Kap egy felhatalmazást, és ellenőrizi Ambrust. Irányítja a birtokot, éppen úgy, és azzal a felelősséggel, mint az uradalom többi részeit. Értette? Brencsák kövéren hajladozott. Igenis, megértettem, méltóságos uram. Mielőtt elutaznék, még kimegyünk oda és megnézünk mindent. Fogasson is, mert kevés az időm. A főispán még nem volt a tanyán a temetés óta. Folytonosan készült rá, de valahogy nem volt bátorsága. Most, hogy ott szortyogott vele a kocsi a sáros tanyai úton fölfelé, egyszerre megrohanta mindaz a sok érzés, ami elől menekülni akart. Ott voltak a cselédházak, salomtalan, lomtalan nyúzott kőrisfasor az út két oldalán. Látszott a nagy diófa is, csupasz ágain varjak gunnyasztottak, mint nagy sötét foltok a novemberi ködben. Istenem, mikor ezeket a kőrisfákat ültették, itt játszott éppen a béres gyerekekkel két cigány ültette a surgyé csemetéket, s az öreg úr meg az öreg asszony nézték és ügyelték a munkát. Szépen megnőttek a fák azóta, megnőttek, kiterebélyesedtek, megnőtt és kiterebélyesedett az élet is. és messzire hagyta maga mögött a fákat. Vajon jól volt ez így? Vajon itt kellett volna maradni a fákkal, gyökereket ereszteni a földbe? A kisház ház zárt ajtóval elhagyottan állt. Tornácán sáros nyomok égtelenkedtek, a konyha mögül előcammogott, burkus, öregesen, lomposan, állt és nézte a kocsit szomorú kutya szemekkel. Hát, ha éppen most jön haza a gazda. A fő ispán pattintott neki, de még a farkát sem csóválta. Ambrus előkerült a kulcsokkal, kinyitotta az ajtót. Nyers, hideg levegő volt a szobában, lakatlanság szaga. A kis pipázóban úgy állott minden, mint az előtt. A zöld húzatos bútorok, a fegyverállomány, pipa tartó. Szinte élt a szoba, szinte olyan volt, mintha csak be kellene gyújtani a kájhába, és mindjárt bejönnek az öregek is, elfoglalják helyeiket a régi karosszékben. És az óra fönt a falon elkezdene ketyegni. Ez a szoba itt így marad mondta a főispán halkan, amikor kijöttek. Nem szabad hozzányúlni semmihez, érti? Igen, mondták egyszerre Ambrus meg Brencsák. A főispán Ambrusa nézett. A tisztartó úr majd utána néz a dolgoknak, Ambrus. Minden utasítását tartsa be, s az ő tudta nélkül sem eladni, sem vásárolni nem szabad. A pénztárt majd az uradalmi pénztárral együtt a tisztartó úr kezeli. Ambrus nem szólt semmit, csak lehajtotta a fejét és sóhajtott. Brencsák diadalmasan nézett szét az udvaron, mint egy nagy, kövér, vörös kakas, aki csatát nyert a szemétdombon. A házat pedig ügyelni kell, Brencsák rendesen gondozni és tatarozni, hogy baja ne essék. A burkusnak viseljék gondját, amíg él. Azzal fölült a kocsira. Berencsák, maga most maradjon itt, és vegyen át mindent. Hetenként egyszer menjen föl István Kabáróhoz és referáljon neki. Na, mehetünk. Magára húzta a pokrócocs, amíg a kocsi lassan dagasztott lefelé, nem nézett se jobbra, se balra, csak egyenesen a lovak füleire. Így is, mintha a magányosan maradó ház nyögését hallotta volna, így is a lelkébe tépet valami kegyetlen, rossz, hideg érzés, és egy hang súgta, súgta a kerekek szotyogásában, hűtlen vagy, hűtlen vagy, eltemeted az életünket ami még itt maradt. Brencsák minden vasárnap délután négy és öt között bekopogott a betegszobába, az ápolónő ilyenkor abba hagyta az olvasást, az ajtóhoz ment, kinyitotta, és Brencsák bejöhetett. A beteg sápadtan mosolygott az ágyban, már várta ezeket az órákat, egész héten keresztül várta, amikor hírt kaphat a tanyáról. Emlékében úgy élt elevenen a tanya, ahogy utoljára látta. Békésen, dolgosan, szelíden, tele a gondoskodás ezer apró jeleivel. És ilyenkor újra látta, újra ott élt, érezte a szobák szagát, hallotta a békák zsongását a völgyben. Egy kicsit élt ezekben az órákban, minden vasárnap délután négy és öt között. Először Brencsák beszélt, hogy mit dolgoztak a héten, mit adtak el, mit vettek, hány borjú született, ez meg az, amit följegyzett a amit elmondott. Aztán a beteg kérdezett, hogy megvan-e még a burkos? Hát a zsófi bivaj. Most is annyi tejet ad? Hát a két sárga, szellő meg fürge. Jönnek-e még krajcár után a béres gyerekek? Brencsák mindenre felelt. Burkus, hogy ne, él még. A zsófi bivaj, az bizony öreg már. Tejet sem ad, jó volna eladni. Szellő? Megdöglött. Fürgét múlt héten megvette egy fuvaros, egyébre nem volt jó már a béres gyerekek pedig ne is jöjjenek, egye meg őket, a fene csak gazemberséget csinálnak mindig. Aztán a beteg rendelkezett még a maga módja szerint apróságokat, hogy vigyázzanak a burkusra, mert nagyapa nagyon szerette, Zsófi bivajat nem szabad eladni, nagymama kedvence volt, ha éljen nyugdíjba, ameddig tud. Fürgét sem kellett volna eladni, hozzá még fuvarosnak megkínozza szegény, pedig jó volt, becsületes. Ilyenkor mindig elszomorodott István, tehetetlenül emelgette sovány karjait. Istenem, ha ő most ott lehetne, nézhetné, csinálhatná. Bizony az ember ides húsz éves elmúlt, és olyan, mintha nem is élne szemében könnyek csillogtak, az ápolónő titokban intett brencsáknak, s a tisztelató fölkelt, köszönt, ígért, hogy minden úgy lesz kívánsága szerint, még azoknak a tolvajkölyköknek is adhat néhány krajcát, ha kell. Azzal kitopogott nagy csizmájával a beteg szobából, ahol állt, a parkettem maradt egy kis sáros szürke folt, s a beteg azt nézte hosszasan. Ez volt az egyetlen, ami a következő vasárnap délutánig összekötötte a külső világgal, azzal, amit közönséges szóval életnek neveznek. A beteg így élt. Reggel hétkor bejött az inas, tüzet rakott, felhúzta az ablak függönyét. Miután kiment az ápolónő, egy kövér jó indulatú idősebb nő, felkelt a túlsó fal mellé állított ágyból, melyet egy tarka mintás, Olasz aszfalt akart, felhúzta a papucsát, és slap-slap, oda csosszogott a beteghez. István ilyenkor már nyitott szemmel feküdt, s a mennyezetet nézte. Ismerte jól a fehér vakolat árnyék foltyait, még a legkisebbet is. Tudta, hogy reggel, amikor a függönyt felhúzzák, a mennyezet közepén, ahol a függőlámpa számára magányos horog égtelenkedik, bár sem használták. Egy nagy madár körvonalait fogja látni. A nagy madár egy ágon ül, lehet sors, De lehet valami nagy bago is. Fején kiskony van, csőre hosszú és hajlott. A repedezett vakolat árnyéka, odébe egy lovas embert mutat, aló vágtat, Fargát magasan tartja, a lovas, kezében kard van. Ott túl a balsarokban apró kis kutya ül, nagyon barátságosan néz, és éppen az ágyra. Ismerte ezeket az árnyékokat mind esztendők óta, és reggel, mihelyt a világosság szétterjedt a szobában, megkereste őket. Nézte a bagyot, a lovas embert, a kutyát, és nem gondolt semmire. Az ápolónő odacsoszogott, és édeskés hangon megkérdezte. Na, hogy aludtunk, lesz-e ma? Az ápolónőnek, aki egyébként Amália madámnak hívtak, és nagyon derék, jóindulatú asszonyság volt, ez az utóbbi kérdése képezte legkomolyabb gondját. Eredménytelen kísérletezések után valósággal aggodalom ütött ki rajta, nem lelte helyét, tetvett a beteg körül, és azonnal ricinus olajat akart beléje önteni. Mikor ezzel készen voltak, bejött az inas, fölemelte a beteg élettelen, könnyű testét, és Amália madám az alatt gyorsan lepedőt cserélt, megigazította az ágyat. Mozdás után betakarta a dunyhával, és kinyitotta az ablakot. Ez a napnak egyik öröme volt. Bejött a friss levegő, fák, lombok, füvek szagával töltötte meg a szobát, behallatszott a madarak hangja, cinkéké, pirókoké, varjaké, nyáron vadgalomboké, sárgarigóé, és hallatszott a kutyák ugatása és marha bőgés. Élet volt, csupa élet mindenütt, és csupa mozgás. Igen, mozgás. István nem tudott mozogni, csak karjai engedelmeskedtek, és a lábfejek. Néha órák hosszat eljátszott a kezével, vagy a lábujjaival, mozgatta őket, hogy érezze a mozgás szabadságát. Szombjávól föl a válláig érzéketlenek voltak az izmok. Nem is izmok voltak már, néha végig tapogatta magát a kezével, csak lötyögő. Furcsa húsdarabok a bőr alatt, halottak, mozdulatlanok, időnként egyik vagy másik oldalra kívánkozott, ilyenkor Amália, madám fordította meg akár egy darab fát. Ahogy ott feküdt napokon, heteken, éveken keresztül, úgy gondolta a mozgása, mint valami különös, titokzatos, isteni adományra, ami az életet kitölti, életté teszi. Úgy emlékezett rá, mint valami távoli, szép álomra, hogy valamikor megmozdította magát és felült, annélkül, hogy gondolt volna erre a cselekedetre. Aztán felállt, kiegyenésítette a gerincét, s a lábai földön voltak a feje fönt, úgy nézett széjjel. Majd egyik lábát a másik elé tette és járt járt, ment ide és oda. Úgy végezte ezt, mint valami természetes dolgot, és nem is érezte, hogy az, amit végez, csodálatos és rendkívüli ajándéka a sorsnak. Ablakcsukás után jött a reggeli. Kávé, pirított kenyér vajjal. Abból is csak keveset evett. Amíg a pirított kenyeret rágta, emlékezett, hogy valamikor élvezet volt az evés, mulatság, öröm. Nem értett, hogy miért. Talán a mozgáshoz tartozott az is. Délelőtt bejött az anyja, beszélt vagy olvasott. Néha Markitka is bejött, ült egy fél órát, aztán elment. Dolga van! mondotta, de látszott a szemén, hogy lovagolni megy, vagy vendéget vár, vagy egyéb mulatsága van. Gábor ritkán nézett be két-három naponként, akkor is csak jött nagy lármával, leült, szétvetette a lábait, és hangosan beszélt a lováról, vagy vadászatról, vagy valami újabb tréfáról, amit elkövetett. Néhány perc múlva felugrat, na szervusz, mondotta, megyek lovagolni, vagy leszaladok a tóra, megjöttek a vadrucák, vagy disznót jelentettek a torligetben. Azzal már dübörgött is kifelé. Ezek a látogatások kifárasztották a beteget. Rossz kedvű volt utánuk, irigyelte a testvéreit, hogy mozoghatnak, jó kedvük van, terveket csinálnak. Gáborra valósággal haragudott, amért olyan vígan tudta mondani, hogy vadászni megy, vagy lovagolni megy. Neki nem volt egyebe, csak a könyvei. Anyja hozatta őket láda számra. Délelőtt rendesen saját maga olvasott, mert szeretett olvasni. Délutánra kifáradt a szeme, olyankor az anyja, vagy Amália madám vették át a könyvet, és olvasták fennhangon. Ilyenkor sok baj volt vele, ideges volt és bosszús, ha akadozva vagy rosszul olvastak. Kényes volt a hangsúlyozása, folytonosan beleszólt, kiavította, és újra meg újra föl kellett olvasni ugyanazt a részt, amíg megelégedett a hangsúlyozással. Legszívesebben kalandos regényeket vagy utazásokat olvastatott, Szeretett utazni, holvasva a könyvlapjain át. Ilyenkor gyakran abba hagyatta az olvasást, lehúnyta a szemét és látta tisztán a hegyeket, a folyókat, a tengereket. Végigélte mindazt, ami a könyvlapjain történt, élt, mozgott, akár a többi ember. Így telt el a délelőtt, így a délután. Este meggyújtották a lámpát, bejött az anyja, beszélgettek a könyvekről, erről, arról, ami adódott. Ha apja otthon volt, ő is bejött ilyenkor, de többnyire csak hallgattak, nem volt mit beszélniük együtt. Vacsora után korán eloltották a lámpát. Álmos vagyok, mondotta és behunyta a szemeit. Olyan volt ez, mint egy szabadulás. Ilyenkor sötét lett. Az ápolónő átment varni a szomszédszobába, és nem zavarta senki. Ilyenkor élt. Amit a sok könyvből összeszedett kalandos utazást, szerelmet, harcot, életet, azt ilyenkor mind újra álmodta. Kiszínezte, költött hozzá új cselekményeket, izgatókat, érdekeseket. Vidékeket képzelt el, amit sose látott. Csodálatosan szép szőke lányokat kísért nagy, sűrű erdőn át, harcolt érettük fenevadak ellen, gonosz emberek ellen, erős volt, ügyes, bátor, győztes a harcban, szerelemben, és mozgott, mozgott, mozgott. Így csalta meg az életet, amelyik hűtlenül elhagyta napnapután minden este bele a késő éjszakába amíg csak el nem aludt. És reggel kezdődött újra minden előről. Csak annyi változott, hogy ablaknyitáskor egyszer tarlószag és béka jött be a szobába. Máskor őszi varjukárogás. Esőcsorgás vagy hideg, hószagú szél. Az ablaküvegen néha zúzmara ült, Néha ibolyacsokrot hoztak az ágya mellé, ennyi volt az egész, amit az idő hozott. Haladt a tél, a fő még egyszer sem volt a tanyán. Készült néha, ha pár napra vadászni hazajött, de valahogy mindig elmaradt. Magyarázta magának ezzel-azzal, hogy miért nem lehetett. De érezte, hogy mindez csalás. Félt a tanyára menni, ez volt az igazság. Félt a tanyától. A háztól, amelyik ott állt üresen és elhagyottan, a kertől, a fáktól, a tanyai emberek tekintetétől. Úgy érezte, hogy tartozik valamivel a tanyának. S ezt a tartózást nem tudja megadni. Hogy mivel is tartozik? Igen. Hát ezt nehéz megmondani. Talán egy élettel tartozik, talán éppen a magáéval hiába már nem tudja megadni. Brencsákkal sem beszélt szívesen a tanyáról. Jelentse Istvánnak. Tért ki olyankor, ha a tisztartó előállt valamivel. Egyszer aztán ezt jelentette Brencsák. Ambrust el kellett küldjem. Miért? Ütötte fel a fejét rosszallólag az ispán. Rájöttem a dolgaira, mondotta titokzatosan a tisztartó. Öregember, régóta szolgál. Hát nem akartam baj csinálni belőle, elküldtem szép szerével. És most kiügyeli a tanyát? Oda költöztettem az Ispánt, méltóságos uram. Bácsot? Igenis őt. A főispán homloka elborult. Nem. Talán ezt mégsem kellett volna, rágta belül egy hang. De aztán legyintett türelmetlenül. Jóna, na jelentse Istvánnak. Így került Bács János a tanyára. Nem az Ambrus féle házba, hanem a nagyba, az udvarba. Oda költözött az ispán. Kell lakjon ott valaki, jelentette Brencsák, különben elromlik a ház, ha lakatlanul áll. Így legalább ügyelik, ahogy kell. A vendégszobát, az ebédlőt és a konyhát foglalták el maguknak az ispánék a házból, a bútorokat ott hagyták, csak kissé átrendezték. A belső szoba pipázó maradt úgy, ahogy a fő ispán úr kívánta. Éppen csak a puskákkal bács János jár vadászni. Ő viselte a bekecset is, s ha vendég jött, abba a szobába vitték. A kis szándi már hat éves volt. A pipákat sorra, ellopkodta a polcról, s a szét a béres gyerekeknek játszani. A ház mögött néhány fát kivágtak télen és eltüzelték, a nemzetes úr ott maradt régi vadászkalapját pedig esztike, egy nagy lelkő pillanatában oda a vaszi cigánynak néhány fűszfakos árért. Bács János oda saját kutyáját, az első nap elverte Burkust a háztól. Burkus szegény ott csellengett néhány napig az istálók körül, kiéhezett, lesoványodott. Végül a béresek elkergették. Ezek a béresek egytől egyig új emberek voltak. Nagyobbára oláok. A tisztartó cserélte ki őket, mert a régiek lusták voltak nagyon. Legalábbis így jelentette Istvánnak a beteg szobában. A kutyát még látták lemenni az úton, a falu felé. Állítólag dobolyban verték agyon a cigányok, hogy lehúzhassák a bőrét. Hogy ne, jól van, Burkus, nincs semmi baja. Felelgette Brencsák továbbra is minden vasárnap délután a betegszoba ágya mellett. Kövérs, úgy eszik, mint a farkas, habár nincs már egyetlen foga sem. A tél vége felé járt. Keleti szelek húztak át a falu fölött, A hó vizet engedett, s a dombok egyszerre megteltek csörgő patakokkal. Itt ott déli lankákon kezdtek már a gazdák a földekre, nézegették az őszívetéseket, s terveket építettek tavaszra, nyárra. Az idő bíztatónak látszott, szépen haladt előre a tavasz, mintha Isten nem akarná elhagyni mégsem a szegény embert. Egy ilyen bíztató ígéretű napon magához hívta Ázik úr Szűcs Jánost. Szűcs János csodálkozott, mikor az olá cselédlány értejött, hogy mi dolga vele a zsidónak, hiszen az erdőt levágta, be is hordta becsülettel. Igaz, hogy a kisebbik tehén elvetélt az erős munkától, s így az egyik borjúra való reménység belepusztult ebbe az adóságba. De az sem baj már. Itt a tavasz mindjárt, s neki lehet fogni a munkának derekasan. Majd a többi meg lesz valahogy. Elindult tehát Szűcs János a zsidóhoz. A jármot, amit éppen faragott téli időtöltésből, letette szépen a fal mellé, kocsmáját fejébe nyomta, magára kanyarította az ujjast, és elindult. Az úton jó szagú szél vágott az arcába, tele volt napsugárral és vidám gondolatokkal. Az ember szinte megfiatalodott tőle. Csilingelt a boltajtó, amikor belépett. Adjon Isten! Köszönt bátran és vidáman. Ázikur és Ázikné a pult mögött állottak, és vesződtek néhány vevővel. Maradj itt, fiam! mondotta Ázikur Áziknénak, s azzal magához intette Szűcs Jánost. Na, jöjjön! Bementek a belső szobába, ecet és vanília szag volt, és barátságtalan homály. ázik betette az ajtót, aztán megállt Szűcs János előtt ránézett. Na? Kérdezte. Itt a pénz? Micsoda pénz? Hökkent meg Szűcs János. Micsoda pénz? Hát, amit kölcsön adtam. Szűcs Jánosban megfagyott a vér. Ázik volt drága, hiszen arról volt szó, arról volt szó, hogy három hónapra adom a pénzt, úgy is csináltuk az írást. Igen, de úgy beszéltük, hogy meghosszabbítsuk, ha lehet. Ha lehet, de nem lehet, nekem kell a pénzt, kérem, kell az üzletbe. Szőcs Jánoson úgy erőt vett az ijedtség, hogy a szavát is alig találta. De házikor, hiszen azért vágtam egész télen az erdőt, azért hordtam azt a töménytelen sok fát. Házikor rázni kezdte az arca előtt a kezét. Kérem, kérem, az a kamat volt, hát értse meg a kamat. S nekem most kell a pénz, hát aztán nincs mit sokat beszélni, értse meg, kérem, elhozta a pénzt. Szőcs János csak állt. És úgy érezte, hogy forog körülötte minden. De hát honnan hozzam? Ázikor, drága, honnan azt mondja meg? A kis köpcő zsidó előre nyújtotta a nyakát, két kezével a mellére ütött, és megbotránkozva kérdezte: Én mondja meg? Én? Nekem egészen mindegy, hogy maga honnan hozza azt a pénzt, nekem csak a pénz kell. De ázik úr az Isten szerelmére. Nézze! Tette rá a kezét ázik úr az ember vállára. Adok magának egy hetet. Nem bánom. Várok még egy hetet, érti? De egy hét múlva itt legyen a pénz, mert ha nem, akkor ügyvédhez viszem az írást. Na, egy hét alatt csináljon, amit tud, de itt legyen a pénz. Szegény Szűcs János csinált is mindent, amit tudott. Fejébe húzta a sapkát, kitámolgott a boltból, kint az utcán aztán kárunkodott egy cifrát, és azzal hazament. Egyebet igazán nem tudott csinálni. Eltelt a hét, el kettő, s jött Bocán ügyvédtől újra a levél. Akkor a nagy szám volt rajta, hogy nem is volt miért fáradni vele. Annyi pénzt úgy sem lehet összeszedni. Bocsán ügyvéd pedig összeütötte a fejét rádupappal, a rádupap bács Jánossal, és bács János magához hívatta szűcsöt, most már a tanyára. Szűcs János járt máskor is a tanyán, egy-egy télen kölcsön gabonáért, fáért, olykor ővit tojást, kotlót, vagy fűszfakosarat, ismerte jól a nemzetes urat és a nemzetes asszonyt, valahányszor ott járt, elbeszélgettek, kérdezték asszonyát, gyerekét, megemberelték egy pohár pálinkával, egy marék dohányjal, ezzel vagy azzal. Igaz, hogy mindez régebben volt, még mielőtt azt a hibát elkövette volna mert attól kezdve, hogy átállott, nem mert a szemük elé kerülni többet. Igaz, hogy a nemzetes asszony meg is izente, úgy őrizkedjék, hogy a szeme elé kerül valahol, az ostorral vál végig a képin. Ja, Istenem, bár megtette volna, akkor mindjárt. Vagy azelőtt még, mielőtt az első rossz lépés megesett bár verték volna el jól annak idején a nemzetes úr, meg a nemzetes asszony, mint egy, hogy futvást vigye vissza a pénzt annak az átkozott tászkálnak. A gonosz pénzt, amelyért a becsületét eladta. Két holdt földért adta el, s vele együtt az életét is. A két holt föld elviszi magával a többit. Hiába így van ez, Gonosság, csak gonoszat fiadzik. Dél volt, mire a tanyára ért. Jó melegen sütött a nap, a földeken, mindenhol serényen folyt a munka, pacsírták száldostak a ragyogó, tiszta ég felé, s a kertben már bontották fehér virágaikat a gyümölcsfák. Az ispán a tornácon állott, zsebre dugott kézzel. Ott, ahol hajdanta a nemzetes úr szívta a pipáját és beszélt az emberekkel. Csak hogy a tornác most piszkos volt, csupa sár és szemét. Sarkában seprűhevert, kacat és szemét tört üveg mindenfelé. Na, Szűcs János, eladod a földet? El, nézett az ember keményen az ispára. Még a házat is Elmegyek innét, még csak ne is lássam soha ezt a falut. Nagyon megharagudhattál rá, vigyorgott kajánul az ispán. De Szűcs János sovány arca kemény maradt. Meg saját magamra, ispán úr, amiért eladtam lelkemet az ördögnek. Az ispán is elkomolyodott. Mit kérsz az egészért? Aki megveszi, vállalja az adóságot, s ráadásul fizessen egy rendgúnyát nekem, egyet az asszonynak, s egyet-egyet mind a négy gyereknek. Lábbelivel együtt. Aztán viheti az egészet. Öt hold jó föld, ház, pajta, csűr, félhold kert hozzá. Látni sem akarom többet. Bácsi János elgondolkozott. Számított magában, aztán bólintott. Jó, megtartom, de a ruhához bocskort kaptok, csak nem csizmát. Már pedig én bocskorban nem járok, vetette fel a fejét sötéten Szűcs János. Miért nem? Csodálkozott az ispán, mert az vitt bajba engemet a bocskor azért, ha az ispán nem adja meg érte a csizmát, megadja más. Megadta Bácsjános a csizmákat is. Ott mindjárt írás csináltak a belső szoba íróasztalánál. Ott vándorolt át Szűcs János földje bács Alexandru Dáskál fiához, annál az íróasztalnál, amely mellett hatvan évig a nemzetes úr ült, pipázott és küzdött a tanyáért és a magyarokért ahol pislogó olajmécs mellett késő éjszakáig írta titkos leveleket 48 után, amely mellől Kufsteinba vitték, amely mellett 60 év alatt lassan-lassan úgy látszott mégis, föltámad az elpusztított nép. Ott, éppen ott, annál az asztalnál. A hevenyészet szerződés alá Bács János odakanyarította a dátumot, 1898. március 15. Aztán odakanyarította a nevét. Szembe vele a Szűcs János nevét írta, s keresztettet alája. Szűcs János rányomta bütykös hüvejét a tinta keresztre, s Varjas egy magyar gazdával újra megszegényedett. Ugyanakkor éppen délidőben, az iskola előtti térségben díszes nagy ünnepséget rendezett, Avbauer tanító úr. Lelkes beszéddel örvendeztette meg a falunépét, népét, dicsérvén a magyar korona ezer éves nagyságát és hatalmát, Kárpátoktól az Adriáig. Marinyászán Árszintja tíz éves fia elszavalta a szózatot, és az emberek Jámboron bólogattak kereken. Főhelyen ült a jegyző, a jegyzőnép piroska és virággal a gombjukán kukabertalan. Minnyáján elégedettek voltak, szinte büszkék, hogy íme sikerült a kultúra útján magyarrá tenni a falut. Azon a tavaszon nyugdíjba ment. Holló János a dobói pap. Maga kérte a nyugdíjazását. Öreg már, mondotta, s beteges. Érzi, hogy valami baj van a fejében. Néha úgy kavarog előtte minden. Az ilyen ember jobb, ha félreáll, s átadja helyét a fiataloknak. Csak egyetlen búcsú látogatást tett Holló János, azt is kastélyba de nem a fő ispánt, nem a méltóságos asszonyt, hanem csak Istvánka bárót kívánta látni. Beengedték hozzá. Szép tavaszi délelőtt volt. Azon a napon érkeztek meg a vadgalambok, s a kert tele volt szerelmes búgásukkal. Az ápolónő kinyitotta az ablakot, s a friss rügyszagú szellő játékosan lebbentette meg a függöny könnyű sejmét. A beteg jókedvűen nézett a papra. Tavasz van, mondta. Szép idő. Tavasz van, felelt a pap, és sokáig nézte a sápat fiatal arcot. Mintha a nemzetes asszonyt látnám, gondolta és valami fájt benne nagyon. Búcsúzni jöttem, mondta lassan és lehajtott fővel. Elmegy? Csodálkozott a beteg. El, nyugdíjba. Hiszen még nem öreg. Nem vagyok öreg. A pap csontos arca kigyúlt, szemei kimerettek, szája köré keserű ráncok gyűltek. Nem vagyok öreg. Ezer éves vagyok én, István Kabáró, legalább ezer éves. S ami ezer év alatt velünk történt, azt mind itt érzem. Bent. Csontos sovány öklével néhányszor a mellére vert, aztán lehajtotta a fejét. Bizony, öreg vagyok. És nem ebbe az országba való, ahol vakok hajtják a szekereket, süketek lesik a hangokat, s némák beszélnek az igazságról. Magyarnak lenni ma annyi nemzetes bárórfi, mint süketnek, vaknak és némának lenni. És fáradtság dolgában ezeresztendősnek. Mert aki nem ilyen, azt ilyennét teszi a törvény és a rend. És a sok meggyűjt idegen, akinek nem kell sem a magyar szem, sem a magyar száj, sem a magyar fül. Egyedül csak a magyar vér. A beteg megdöbbenve hallgatta a pap szavait. Soha nem hallott még ilyen beszédet. Magyar. Az számára annyit jelentett csak, amit régen iskolakönyvekben megtanult s jókai regényeiből összegyűjtött magyar, ez együtt jár tudatával azzal a szóval, hogy ország. Az ország és a nép az egy. Így tudta eddig, hullámokat vertek benne a pap szavai. Kérdezni szeretett volna, de a pap már búcsúzott. Isten megállja István Kabáró, arra kérem csak hallgassa meg az öreg magyar prédikátor szavát. A Nemzetes Báró Uraknak a magyarok Istenet többet mért ki a kötelességből, mint bárkinek ezen a földön. S aki gyönge ahhoz, amit az Úr mért rá, az elpusztul erről a világról az Úrnak törvényei szerint. Nemzetes Báró Úrfi egy nagy vagyont örökölt dicsőséges nagyszüleitől, de ez a nagy vagyon nem csak örömökkel jár kötelességekkel is. Nem híú hízelgésből mondtam ezt, hogy dicsőségesek voltak a nagyszülei. Azért mondottam, mert valóban azok voltak. Magyarok és tiszták, harcos szelleműek és kedvesek az úr előtt, akik a semmiből teremtettek életet. Nemzetes báró úrfi örökölte ezt az életet, s bár testi ereje gyönge és szerencsétlen, Azért az Úr számon tartja a nemzetes Úrfi kezeire adott életet. Mert nem az a fontos, hogy valaki testben milyen, hanem hogy lélekben erős-e és tiszta. Szerencsétlen dolgok történnek ott, ahol még néhány hónappal ezelőtt az öreg nemzetes úrék tartották a rendet, szerencsétlen dolgok, nem magyaroknak tetsző dolgok. Én csak azt kérem távozásomkor a nemzetes úrfitól, legyen lélekben olyan erős, mint nagyszülei voltak. Az én jóságos patrónusaim, és vezérelje ezt a mi kis töredék magyar népünket tiszta szándékkal tovább, mert ma holnap elvész, és magja sem marad és meglátják majd akkor az urak, hogy mit ér a hintó, ha nincs ló előtte. Minnyájunk Isten vezesse nemzetes ifjú uramat igaz törekvéseiben. Azzal az öreg pap meghajtotta magát, megfordult, és kiment a szobából. Senkihez sem szólott, senkit nem keresett. Felült a rozog a szekérre, megcsapdosta a véncsontos pillangó farát, s hazadöcögött. Otthon előszedte a régi zöldládát, ládát, belerakta az új biblia írásait, belerakta mindenét, amie volt. Még egyszer felment a templomba, végignézett az üres pacsorokon, a szószék terítőjét megsimogatta, sóhajtott egyet, aztán kijött onnan is. Kint zsongott a tavasz, méhek döngtek, virágok illatoztak. Holnap új ember jön, gondolta holnap valakinek minden előről kezdődik. Így van ez, az egyik megy, a másik jön, és az élet megtelik. Lent megveregette Gergő bávállát. No, öreg, áldja meg az Isten! A ládát fölrakta a szekérbe, maga is fölült, kezébe vette a gyeplőt, s rászólt a lóra. Gyű, te pillangó! úgy éppen, mint sok-sok évvel ezelőtt, amikor megérkezett. Gergő bá, az üres pajta ajtajából utána bámult, két megvénült kis szemek könybe lábadt, s halkan dörmögött valamit. A nap sütött, a rigók fütyültek, könnyű kis tavaszi szellő, borzolta a zsenger ügyek fejét. Éppen olyan volt minden, mint sok-sok tavasszal azelőtt. István azt mondta másnap az anyjának. Ki akarok menni a tanyára? És makacsul, konokul kitartott a kérése mellett. Aztán Brencsákot hívatta. Mi van a tanyán? A régi cselédek ott vannak még? ott vannak, hogy ne? felelte Brencsák. Semmi nem változott? Mi változott volna? Csak magyarok vannak szolgálatban? Természetesen, báror, hiszen magyar vagyok én is. Alig ment el Brencsák, újra kezdte. Kikkel menjek a tanyára? Kikkel menjek? Látni akarom. Valami nincs rendben a tanyán. Érzem, valami nincs rendben és nyűgösködött, és makacskodott, és nem lehetett bírni vele. Szombat volt, és szép meleg idő. Aznap jött haza a főispán. Miért ne vihetnünk ki? Kérdezte este a feleségét, ha olyan nagyon akarja. Meleg van, föltennénk egy szekérre, a szekérlépésbe elvinni, miért ne tehetnünk meg? Margitka bólogatott, bizony, meg kellene tenni, ha úgy kéri. Csak hárman ültek a vacsoránál. Gábor óváron volt, az akadémián gazdaságot tanult. Hárman tanakodtak a kérdés fölött. Másnap reggel aztán megmondták neki, délelőtt, mikor már jó meleg van, kiviszik a tanyára. Sokat nem ülnek, csak éppen egy órát, legfeljebb kettőt, nehogy kifárassza nagyon a szekerezés. Alig várta a tizenegy órát. Akkor bejött az inas, meg a kertész, megfogták ketten, takaróba csavarták, és kivitték az udvarra. Ott áll a szekér, két igáslóval, a szekéren szalma, a szalmán pokrócok. Ráfektették Istvánt a szekérre. Erzsébet melléje ült, lépésben haladt a szekér. A kert üdezöld fáin bógtak a vadgalambok, méhek döngtek ibolyaszag volt. A beteg mélyen beszívta a kert szagát, az illatokat külön választotta. Ez az ibolyáé, ez a fenyőjé, ez a rügyező kőrisé. Kék volt az ég, mint a harangvirág. A nap ragyogott tisztán és derűsen. A beteg feküdt a lépésben haladó szekéren, s örvendezett az életnek. Elhagyták a falut, átmentek a réten, feltértek a dombra, a tavon hápogtak a vadrucák, nagy csapatokban húztak át a szekér fölött, iszapszag volt és nádirigó cserregett. Fent a dombokon hangos, cságatással szántották a földet, s a pacsírták olyan magasra repültek, hogy látni sem lehetett őket, csak a hangjuk hullott alá könnyedén az égből, mint valami vidám üzenet. A főispán lóháton követte a szekeret. Furcsa volt és nagyon szomorú. Így menni a tanyára. Ősz óta ő sem volt ott. Szeretett volna már tullemni ezen a napon. Valami érthetetlen szorongást érzett, maga sem tudta miért. Erzsébet asszony némán ült a fia mellett, az anyák egykedvű szomorúságával az arcán. A szekér haladt. Már a tavat is elhagyta, már fölfelé ment a dombon, már látszottak a tanyacselét házai. A beteg minden lélegzeténél mélyen beszívta a tavaszi föld erős nyers szagát. Szemei előtt a tanyát látta, a békét, a rendet, a tisztaságot. A tornát szelíd napsütését, a burkust, hogy farkát csóválva jön, a galambokat, ahogy az istáló tetejére szállnak, a ház szobáit, régi rendjüket, mindent, mindent látott úgy éppen, mint hat évvel ezelőtt. A cselédházak mentén néhány kőrisfa hiányzott. A beteg idegesen forgatta a fejét. Papa, mi lett a kőrisfákkal? Biztosan kiszáradtak. Felelte a fő ispán alóról, de nem. Valami nem volt rendben. A cselédházak előtt ismeretlen asszonyok álltak, és nem is köszöntek, csak nézték és bámulták a szekeret. A házak előtt piszok volt, szemét és a rendetlenség. Nem, valami nem volt rendben. Fölértek. Ott állt a ház. Ott az istállók, mind a helyükön, a beteg arcán mégis döbbenéssé fagyott a várakozát. Valami mégis hiányzott. De micsoda vajon? A szekér megállt. A háza ajtaja kinyílott, s egy fejkendős parasztasszony nézett ki rajta. Eltátotta a száját, aztán odaszaladt. Jaj, kézi csókolom, lelkendezett oláol. Hát, hogy jöttek ki így, hogy nem is szóltak? Jaj, Istenem, kézi csókolom. És erővel kezet csókolt még a betegnek is. A házajtaja újra kinyílott, s egy gyerek jött ki rajta, hat éves forma fiúcska volt, állt a tornácon, és bambán bámulta a szekeret. Hát te ki vagy? kérdezte a főiskán. A gyerek csak bambán állt és nem szólt. A fejkendős asszony is rászólt Oláuna: Na, mond szépen, ki vagy? Hogy hívnak? Bács Alexandru, köpte ki a szót kurtán a gyerek, s elfordult. Az ispánúr fia, nevetett az asszony, szégyelli magát. Bács János futva jött az istállók felől. Akkor már a főispán leszállt a lóról, s a kantárt a kocsisnak adta, s bement a házba. Az ispán megállt a szegér előtt. Szólni sem tudott hirtelen a csodálkozástól, mikor a beteget meglátta. A beteg pedig megszólalt. Hol van a burkus? Megdöglött, felelte az ispán. Hol van Ambrus? Elsejétől én vagyok a helyén. Miért ment el? Öreg már, azt mondta. Feri a is hol van? Az is elment. Márton a tehenész. Az is. Ki van helyette? Deleán Mitró. Hát Feri helyett. Rád, Indré. Hívassa ide gomborkát a kondást. Azonnal listálom, csak már a disznóknál sem az van, hanem pújvaszi. A beteg hangja mérgesen csattant föl, ki van hát a régiek közül? A régiek közül? Az Ispán dadogni kezdett. Azokból bizony senki sincs már is tálom, mind elmentek. A beteg arca elvörösödött, nyakát erőlködve emelte, hogy az Ispán szemébe nézhessen. Úgy. Hát, mind vissza kell venni őket, megértettem? Mind, mind. Hirtelen megakadt a szeme valamin, arca eltorzult, egyszerre megértettem, mi az, ami első perctől olyan nagyon hiányzott. Nyaka megrándult, erei kidagadtak az erőlködéstől, s egyszerre felült a szekérben, keze kinyúlt, s az udvarra mutatott. A diófa. Hol van a diófa? Erzsébet asszony, Felsikoltott és a szekérhez rohant. István, István, mi történt, te ülsz? De a kéz mereve mutatott a diófa helyére. Hová tettétek a diófát? Hova? Az ispán arca kivörösödött, alig tudta kinyögni, száraz volt, le kellett vágni. A beteg ült a szekéren, arca eltorzult, a haragtól vézna mellé lihegve szívta a levegő. Szája szélére habverődött. Ki engedte meg? Rikácsoltak. Ki engedte meg, hogy levágják? Ki volt az a gazember, aki hozzá mert nyúlni? Ki takarodjanak innen, akik most ide jöttek? Mind, mind, kitakarodjanak! takarodjanak? Jöjjenek vissza a régiek, egyet se akarok az újak közül látni majd csinálok én rendet itt a sok betyár között azt a keserves mindenségit a fejeteknek. Kifáradt, hátrahanyatlott, hörögve lélegzett tüdejes hippolt pitangok, hörögte tolvajok, jaj, csak ember lennék, mind megnyúznám őket, mind. Erzsébet takargatta és lelkendezett. Istvánkám, Istvánkám, ülni tudsz, meggyógyulsz, Istvánkám, most csak vigyázz magadra, hadd el ezeket, ne bosszankodj miatt a fő, hogy ülni tudsz, István, ülni tudsz. Ekkor kivágódott a házajtaja, s kilépett rajta a főispán, arca kék volt a haraktól, szemei villogtak. Mögötte Eszterke jött, szeplős, arca világított sápadtam. Bács, ordított a főispán, megmondtam maguknak, hogy ahhoz a szobához hozzá ne nyúljanak. Megmondtam, hogy minden úgy maradjon, ahogy volt. Minden össze van piszkolva, tépve, rongálva, csupa mocsok az egész. És hol vannak a puskák? Hol vannak a pipák, hol van a bekecs és a kalap, hol van a fokos, az ostor, mi? Hol vannak ezek? Bács János szürkén állott a szekér mellett. Jelentem, méltóságos bár én így vettem át, én nem tudom, ne hazudjon. Nekem előteremtsem mindent, mert a bőre alól szedem elő. Ne beszéljen, amikor én beszélek, ebből a házból nem fognak olápajtát csinálni, megértette, kihányom innen az egész társaságot, mocskos banda. Erzsébet a férjéhez szaladt, Elfogta hadonászó karját. Gábor, Gábor, Istvánka meggyógyult. Ülni tud, ülni! A főispámba belerekedt a szó. A szekérhez ment. Hangja reszketett még a haragtól, de örömtől is. István, igaz ez? A beteg egészen kicsi, fölemelte az arcát, mély fehér volt, megint sovány beesett. Halkan Suttogva mondta, aztán visszahanyatlott. Menjünk haza! Nem akarok látni többet, nem akarok semmit. Kifáradt, súgta halkalna az asszony. A fő ispán csak nézte fia, sápad, beteg arcát, s a bosszúság helyét nagy-nagy szomorúság váltotta bel. Kifáradt mondotta ő is, mert a beteg lehunyta a szemeit és száját, keményen összeszorította, mint aki nem akar beszélni többet. Kifáradt. Ismételte halkan, menjünk haza. A szekér megfordult, és indult lassan vissza. Lépésben csak, és a kocsis ott haladt a lovak előtt, hogy még a lépésük is lassú legyen. A fő ispán a szekér mögött ment, lovát kantárszáron vezetves mellette a felesége, Gyalog szintén, így hagyták el a tanyát, az udvart, a megrettent ispánt, a megrökönyödött cselédeket, a tornácon szepegő Istvánnét, s a tátott szájjal bámuló gyerekeket. Elmentek a kivágott diófa helye mellett, a rendetlen cselédházak mellett, melyeknek udvarán olágyerekek kiabáltak. Elmentek a megritkult bánatos kőrisek mellett, leereszkedtek a dombról a beteg mozdulatlanul feküdt, szemét lehunyta, száját keményen összezárta, csak a lélegzete zihált. Lent a tónál a báróni is felült a szekérre. A főispán gyalog ment tovább mögöttük. Mikor kiértek az országútra, éppen akkor fordult ki a faluból egy parasz szekér. Két kajlaszarvú kis tehén húztas, a szekerem volt, két nagy tulipántos láda egy szekrény, egy asztal, két ágy és egy rakás apróság. Meg volt rakva úgy, hogy jobban nem is lehetett. A tehénkék előtt egy ember haladt, a szekér mögött egy asszony, s négy kicsi gyerek. Mind a haton vadonatúj gúnya volt, s vadonatúj csizma. Az ember, aki a tehénkék előtt ment, Szűcs János volt. Mikor az udvari szekér és a paraszt szekér egymás mellé ért, Szűcs János köszönt. Adjon Isten sok szerencsét a méltóságos báró úréknak. Erzsébet biccentett. A főispán szótlanul kalapjához emelte a kezét. A beteg szemei kinyíltak. Ki volt? Egy paraszt. Felelte a báróni. A beteg mondani akart valamit, mozdította a száját, de hirtelen köhögés fogta el. Görcsös, csúnya köhögés rázta az egész testét, arca szederje se kékült a két szekér pedig haladt, ellenkező irányban, s lassan távolodott egymástól. Az egyiket elnyelte a falu, a másikat a mezőség hallgatabb dombjai, melyik álmosan nyújtóztak a tavaszi napban, mint nagy barna macskák. Az orvos kijött a beteg szobából. Tüdőgyulladás, mondta, és levette a pápa szemét. Ami a gerincet illeti, az valóban csodával határos. Csak valami nagy lelki megrázkodtatás válthatta ki. Ha a lázat le tudjuk küzdeni, talán még a régi bajából is kigyógyul. Szemüvegét megtörölte, s eltette egy kis fekete börtokba. A főispán aggodalmas arccal állt előtte. Vonásai megbújtak a szakál poha takarója alatt, de fáradtság és idegesség látszott rajta így is. Mit gondol, doktor úr? kérdezte, és a hangja rekettes volt. Lehet segíteni rajta? Az orvos ránézett a főispára, aztán maga elé nézett a parket fényes kockáira. Isten kezében vagyunk, minnyájan felelte csöndesen. Az orvos három napig maradt a kastélyban. Aztán hazament. A temetést már nem várhatta meg. Dolga volt. Mielőtt kocsiba ült volna, még illendően elbúcsúzott, részvétét fejezte ki a szülőknek, és orvosi tárgyilagossággal megjegyezte, hogy talán jobb is így szegénynek, egész ember úgysem lett volna már soha. Ha meg is gyógyul. A szülők sokáig álltak még a verandán, és nézték a kinyitott ablakon a tavaszt, mely virággal öntötte tele színültik a kertet. Szívük súlyos volt, és süketen kongott mélyen a gyász. Csak álltak egymás mellett sokáig, és nem szóltak semmit. Kint egy sárgarigó első füttyeit próbálgatta éppen. Rádupap meghúzatta az olá templom harangját. Hadd sírassa az is a fő ispán fiát. Az oláok, akik meghallották, házban, udvaron vagy kint, a földeken, akárhol jámboron keresztet vetettek. Uram, segíts nekünk! Dadogták alázatosan. A kripta körül kis fekete ember csoport állott, levetett kalappal. A pap imádkozott, sok-sok tavaszi virág között egy sima, fekete töltyfa nézett fel a kripta címerére, mely gőbe faragva őrizte a halált. Pontosan abban az időben a varjasi anyához tornácán egy kis fiúcska ült. A földönülcs a nagy fehér krétával betűket rajzolta küszöbre. A betűket akkor tanulta. Arra a küszöbre sok-sok éven keresztül egy szelíd és egyszerű, magyar ruhás nemzetes úr csizmája taposott, és sok-sok éven át egy kemény és szigorú nemzetes asszony járt rajta át, de a gyermek erről nem tudott. Ő csak rajzolta a betűket a nagyfehér krétával úgy, ahogy tanulta. És gyönyörködött bennük, amikor sikerült összehozni a nevét, Otromba romba fehér betűket a régi küszöbön. Alexandru bácsú. Proszpejék János úr zsinorral díszített fekete ruhában jelent meg a temetésen, mint a járási tulipán egylet örökös díszelnöke. Még fekete pantallójára is jutottak apró zsinorocskák a magyar újjászületés képviseletében. Avbauer tanító úr irid szemekkel nézte, és elhatározta, hogy kopott Ferenc Jóskájára ő is varrat, három sor zsinort, s megalakítja varjason a tulipán egyesületet. A kastély hidegen nézte őket. Magánosan állt, Végig látott a völgyön, egészen a tanyáig látott, ahol bács szándika gondtalanul firkálta a nevét a küszöbre, és fütyörészett. A délutáni nap megnyújtotta árnyékát torzra, hosszúra. Egészen a faluig lenyúlt az árnyék, rávetődött az apró házakra, és sötétbe borította körülöttük a tavaszi gyepet. Sok-sok év után egy fáradt öregember jött föl a tanyai úton, gyalogosan. Néha megállt, bottyára támaszkodott. Arcát szürke szakáll lepte, fején vadászkalap volt. Nézte a nyár végi délutánt, ahogy langyosan ráterült a tóra, a völgyre, s a dombok hátára kereken. Hallgatta a tücsköket, ahogy halk zsongással leringatták a mezők békességét. Ált keveset, aztán ment tovább. Lassan haladt, hiszen öreg volt már. Fent, ahol néhány régi cselédház romja látszott, az útszélén egy görcsös vén kőrisfa örködött magányosan. Az öreg ember megállt mellette, eres vén kezével meg is simogatta, s valamit mormolt magában. Aztán tovább ment. Föl a tanyaudvarra, amelyet vastagon benőtt a fű, s a fű között a majoros malacai turkáltak, libák legeltek. Egy rozoga istáló állott ott fönt, meg valami szekér színféle, és a ház. Az eleje műhelynek látszott, lőcsök, kerekek, tézslák támaszkodtak a falnak, a küszöbön egy törött, fel férc hevert, és a tornácon nyers, szerszámfa, egymásra rakva, ügyesem. A ház hátsó felét, ami régen konyha volt, lakta a majoros családja. Ez volt alkalmasabb, mert a másik két szobának a hátsó fala megrepett, s baj volt a gerendázattal is. A ház mögött egy magányos fenyő állott, és néhány öreg szilvafa. Odébb a legelő lankáján, ahol két bivajbórjó legelt, még néhány kőrisfa is állott nyurgán és soványon, mert ágaikat gondosan levágták, hogy nevessen árnyékot a fűre, Lentebb egy sor elvadult akác mutatta, hogy ott valamikor sövény lehetett. Az öregember fölment a műhely tornácára, és ott megállt. Nem ment be, pedig hallani lehetett, hogy ott bent valaki gyalul. Csak állt botjára támaszkodva, fáradtan és öregesen, és nézett. Nézte a düledező istállót, a begyepesedett udvart, a majoros két malacát rajta, s nézte a földeket, amik oda látszottak. Lemtébb, a domboldalban két eke szántott. Lassan mozdultak a tarló sárga abroszán, mint valami lassú, furcsa bogarak. Ató sima, kék tükrén hanyat esett a délutáni langyos fény, stúl rajta az országút fehér szalagján hosszú, szürke sorban katona szekerek haladtak. Az öreg ember nézte a domb körül megbúvó földeket, s fölmérte a szemével azt, ami még az övé. Aztán átsiklott a nézése arra, ami már más urat szolgál. Ott is egék szántottak, hosszú csíkok martak a fekete földbe lassan, de halálos, elszánt nyugalommal. Ott túl egy ház is épült, rikító, piros cseréptetővel. Nem volt nagyon messze, ha megerültette a szemeit, kivehette homlokzatán az írást. Fölül egy évszám volt, 1920, alatta a név, a bácsú. Az öregember elfordította a fejét. Végig Végignézett a völgyön, a kastély felé. Sóhajtott. Kezét a szeméhez emelte, talán egy bogárka beleröpült. Sokáig áltott, düledező vénház tornácán, egyedül. Közben az ekék itt is, ott is haladtak lassan, a délutáni árnyék megnőtt a tavon, s a katona szekerek hosszú sora is tova haladt. Mögöttük pusztán maradt az országút, s úgy görbült bele a völgybe, mint egy nagy, fehér kérdőjel. Vége